Hogyan juthatunk el egy szakdolgozattól a kiberháborúig? Vagy az unatkozó egyetemistáktól egy különleges zajmonitorozó rendszerig, amelynek a funkciói még nem is tisztázottak egészen annyira sokrétűen használható? A válasz a startup cégeken keresztül, és egy kis szerencse sem árt. Szerencse mindenhez kell szerintem. De én azt gondolom, hogy nekünk nem volt kivételesen nagy szerencsénk. Mi nagyon sokat hibáztunk. Nagyon-nagyon sok pénzt költöttünk el olyan irányokra, amivel utána nem tudunk semmit kezdeni. Mire rájöttünk fél év után, hogy hiba volt elkezdeni, nem lesz bőle semmi. Tehát próbálkoztunk tényleg. A tudatosság az volt, hogy kitartottunk a hosszú távú célok mellett, amellett a vízió mellett, amit kitűztünk az elején, és nem ugrottunk rá rövid távú, megtérüléssel kecsegtető, de a vízió irányában nem mutató projektekre vagy elvárásokra. A vízió, merjünk nagyot álmodni. Indulástól fogva követtük azt az alapelvet, hogy mi a nemzetközi piacra szeretnénk lépni hosszú távon. Nyilván először magyar ügyfeleink voltunk és Magyarországot céloztuk meg, de például minden dokumentáció a termékhez először angolul készült el, és csak utána magyarul. Az összes forráskód és abban lévő megjegyzés minden angolul van a termékben, pont azért, mert tudtuk, hogy ez a jövő, ahova menni szeretnénk. Az informatika világa nemzetközi. Az informatikusok félszavakból is értik egymást. Az átlag halandó pedig arra gondol, hogy legalább ők értik egymást. A számítógépek világában az egyik leggyorsabban fejlődő terület a biztonság. A legfontosabb három terület, amin dolgozunk, az a nagyvállalati tűzfalak, a naplómenedzsment és a rendszergazdák távfelügyelete, az ő munkájuknak ellenőrzése. Egy számítógépes hálózatnál a rendszergazda minden titkok tudója. Mindenhez hozzáfér, mindent lát, a munkatársak levelezésétől a fejlesztő részleg dokumentációjáig. Emlékeznek a Jurassic Park című film öntörvényű rendszergazdájára? A filmben miatta omlott össze a zseniálisan kitalált rendszer. Hogy ez csak a filmben van így? Ha utána néznek, hogy hány milliárd dollárt költenek a világ vezető hatalmai az úgynevezett kiberhadviselésre, egymás számítógépes arzenáljának a semlegesítésére, akkor már sejthető, hogy komoly dologról van szó. Elég csak arra gondolni, hogy az iráni atomprogramot irányító számítógépek manipulálása milyen erőket kellett, hogy megmozgasson. Vagyis ma már egy komoly cégnek nagyon fontos, hogy minden lehetséges eszközzel védje rendszerét. Inkább azon lepődhetünk meg, hogy korábban ezzel keveset foglalkoztak. Most jutott el odáig az informatika érettségi foka, hogy erre is elkezdtek fókuszálni. Elkezdték felismerni a vállalatok, hogy a bűnözők vagy a támadók nem csak kívülről érkezhetnek, hanem akár belül is lehetnek a vállalatban. Nem feltétlenül az alkalmazottak, hanem olyan külső szolgáltatók, outsource partnerek, egyéb gyártói támogatást végző külső cégek, akik az én eszközeimben, az én adataimban dolgoznak, és én nem tudom, hogy mit csinálnak. A nagyvilágban minden országnak alapvető érdeke, hogy a legfontosabb titkait, például a számítógépes rendszerét megvédje. De mi keresni valója lehet ilyen esetekben egy magyar startup cégnek? Hiszen, gondolná az átlagember, egy külföldi céget be sem engednek egy ilyen feladat megoldására. Nem igaz az, hogy csak saját fejlesztésű megoldást használnak ilyen védelem céljából. Van az ügyfeleink között francia kormányzati szerv, német és amerikai is. Így van ez. Elindultunk egy ötlettől, és eljutottunk a kiberháborúig egy startup cégen keresztül. Maradjunk a biztonság témakörénél. Emlékeznek még a zajmonitorozó rendszerre? Egy vagy több mikrofon némi mesterséges intelligenciával fölvértezve. Vagyis a rendszer képes arra, hogy folyamatosan figyelje és elemezze a körülötte levő zajok forrását. Tudja, hogy a madár csicsereg vagy a toronyóra ütötte el a delet. Van még egy érdekes alkalmazási területe, amit hirtelen fölmerülhet az emberbe, és nem is gondoltunk rá először, ez például a biztonságtechnika. Ugye, mert hiszen ő megtanulja a környezetét, tudja, hogy madár, autó, stb. De mondjuk letelepítjük egy ipari környezetbe, akkor annak az úgynevezett zajháztartását megtanulja. Na most, ha történik valami szokatlan zajesemény, akkor képes lesz riasztani. Valami ismeretlen, szokatlan történt, de akár egy lakókörnyezetben is ezt meg tudja tenni, vagy akár egy motor belsejéből hangzanak fel ismeretlen, addig nem ismert zajok, tehát diagnosztika, akkor is meg tudja tenni. Tehát, hogyha az ember megereszte a fantáziát, akkor egy ilyen forrásszelektív zajmérő robot elég sokféleképpen lesz majd alkalmazható, reméljük. Nézzünk más példát is, melynek egy része sikeres, más része nem feltétlenül. Érdekes ilyen új találmány ez a biopolimer, amiből megmutatom, ez a magyar prototípus.
A biopolimerről annyit kell tudni, hogy ez nem műanyag, hanem egy olyan kukoricából készített ugye, műanyag származék, amely 3-4 hónap alatt elbomlik. Tehát, hogyha a PET palackok ebből lennének, akkor kevésbé szennyeznék a környezetet. Ezzel a projekttel a Climate Kick Európai Uniós szervezetben dolgozunk, lassan most már egy fél éve, és ez maga a magyar prototípus, ami látjuk, hogy nagyon szép színű, egy kicsit talán durvának tűnik az anyag, meg karcos, és ez pedig a sorozattérett termék, amit Amerikából most a nyáron hoztam, a Google-nek a kantinjából, a központjából. Sajnos kicsit csalódás volt, hiszen azt hittük Magyarországon, hogy ez újdonság, és idáig jutottunk, de Amerikában ez már egy komerciális termékként ugye használat alatt van, és látszik a különbség, hogy ez egy jó minőségű, szintén kukoricából készített biopolimer pohár. A másik ilyen magyar találmány, ez a nagyon súlyos üvegtégla, nem tudom, látszódik-e, de ez itt egy átlátszó üvegfelület. Ez szintén egy új magyar találmány, Losonczy Áron a feltalálója és a gyártója. Ugye 2006-ban az év innovációja volt nemzetközileg a Time magazin szerint, és ez azóta egy új fejlesztésű üvegbeton. Itt igazából az egyik fő kihívása ennek az üvegbetonnak az elterjesztése, a világpiaci elterjesztése. Hiába jó maga az innováció, hogyha mögötte nincs egy profi csapat, egy igazán ütőképes startup, akkor az innováció önmagában itt marad az asztalomon, és nem épül be az épületekbe. Amikor elkezdünk startupon dolgozni, akkor elsősorban ezt az üzleti és piaci csomagot rakjuk össze, és megpróbáljuk azt kitalálni, hogy mondjuk egy ilyen üvegbeton világszinten, hogy lehet ott minden épületbe. Ehhez milyen befektetés, milyen csapat, milyen értékesítési modell kell, és ennek a kidolgozása sokkal nehezebb, idézőjelbe, mint magának az ötletnek a kitalálása. Tehát, hogyha megnézzük a sikeres startupokat, akkor az ötlet körülbelül a munka 10%-át tette ki, és ezt követően 80-90%-nyi energia ment el arra, hogy a magából az ötletből egy piaci terméket, egy világsikert csináljanak. Ma a startupok világában az a furcsa helyzet, hogy nem a pénzhiány a legnagyobb probléma. Befektetők lennének, csak meg kell győzni őket. Mikor sikeres egy Magyarországról induló startup cég? Magyarországon egyelőre azt látni, hogy azok az igazán világsikeres startupok, ahol magyar bázissal és külföldi menedzsmenttel vagy vezetéssel jön létre a cég. Példa lehet a Prezi, melyet ma már mindenütt ismernek a világban. Egy olyan piacon, amelyen igazi multinacionális nagyágyúk is szerepelnek. De van olyan példa is, ahol nem a külföldi menedzsment volt a sikerkovácsa. Én azt gondolom, ebben van nagyon szerencsénk, hogy olyan tulajdonosi kör alapította meg a céget, akiknek az érdekei természetesen valahogy összeálltak, és nem volt olyan érdekellentét, amely nagyon sok cég végét jelenti középtávon is akár. Nálunk nyilván annyi minden változott az első időszakhoz képest, amikor ketten ültünk egy irodában, és saját magunk szereltük össze az asztalunkat, és most, amikor egy ekkora cégben dolgozunk, hogy gyakorlatilag az elmúlt 13 évben én minden nap arra ébredtem, hogy ismét olyan feladatok vannak előttem, amihez én egyáltalán nem értek, és újra meg kell tanulnom az egészet. Mi tartja össze ma a cég vezetőket? A barátság vagy az üzlet? Is, azt gondolom. Tehát jó barátság mellett az üzlet érdekek, persze. A siker nehezen jön, de könnyen mehet. Ismerik az elcsépelt mondást, néha nehezebb a sikert megtartani, mint elérni. Bármikor előfordulhat, hogy összeül két okos egyetemista, mint mi tettük annak idején, és egy olyan terméket, technológiát hoz létre, ami a mi üzletágunkat veszélyezteti 6 hónap múlva. És az egész cégünk arra épül, hogy mi is folyamatosan fejlődjünk és tanuljunk.